Csináld azt, amit szeretsz, és sohasem kell majd dolgoznod, tartja egy mondás. Nos, Újpesten van egy olyan szerencsés mesterember, akinek ez megadatott. Újpesten a Templom utcában található egy kismotor és mopedjavító műhely, a Tábori Tuning. Sokan nem tudják azonban, hogy tulajdonos a Tábori Ferenc nem csak javítja a motorokat, hanem veterán motorokat restaurál is. Először 2010-ben jártunk Tábori Ferencnél, aki akkor készült el osztrák veterán motorja felújításával. Azt már akkor is tudni lehetett, hogy nem ez volt az első, és nem is ez lesz az utolsó kétkerekű, melyet újjávarázsol. Garázsában ott pihent két egykoron szebb napokat megélt BMW, legalábbis ami megmaradt belőlük. Akkor nem nagyon hittük, hogy valaha ezekből is szemet gyönyörködtető műtárgyak lesznek. Tábori Ferenc viszont egy percig sem kételkedett. Nem elégedett meg az igényességgel, a tökéletesre törekedett. Tábori úr, amikor 2010-ben itt jártunk, akkor két, hát hogy mondjam, romhalmaszt láttunk. Nem tudom szebben mondani, mert tulajdonképpen nagyon régi alkatrészek voltak, nem is nagyon lehetett látni, hogy ebből valaha, vagy ez valamikor motor volt. Most pedig itt állunk két gyönyörű csoda előtt, olyan mint két ékszer. Mi történt ez alatt az időszak alatt? Nagyon sok munka volt, és rengeteg spekuláció, rengeteg telefon, rengeteg érdeklődés, e-mail, meg kellett gyűjteni az adatot, tehát itt ilyen motornak a restaurálása az mindenképpen úgy indul, hogy fel kell készülni, tehát nem nekiugrunk, hanem készülünk, hogy például hogy nézett ki eredetiben, tehát ez nagyon fontos, nem összevásárolunk a veterán bőrzéken mindenféle alkatrészt, ami vagy ráillik, vagy nem, mert ugye ezek az alkatrészek, ha nem is évente, de van, hogy még fél évente is változnak, tehát mondjuk egy bizonyos évjáratnak az első fél évébe egyfajta hátsó lámpát használtak, utána egy másik, vagy akár az első lámpát, tehát ez sem mindegy, hogy milyen kiegészítő, meg ilyen apró alkatrészeket veszünk a motorhoz. Tehát úgy kell hozzákezdeni, hogy minden legapróbb alkatrész tartozékot fel kell térképezni, hogy melyik volt eredetileg ezen a típuson, és akkor azt kell begyűjteni, mert ugye egy ilyen öreg motornak az alkatrészei soha nincsenek meg minden, tehát komplettan az nem létezik, hanem ezek hiányosak, nem rávaló, át vannak alakítva, sajnos itt Magyarországon rengeteg motort annak idején, már motorkerékpárról beszélünk, ugye rengeteg motort átalakítottak, mert ugye lemezvillás volt, és akkor jött a teleszkópos divat, akkor csináltak rá teleszkópot, a hátulját elfűrészelték, hátra is teleszkópot raktak, tehát átalakítottak, ezzel elveszítette az eredetiségét, a varázsát. Most az ilyet mindig, aki lelkiismeretesen akarja megcsinálni, annak vissza kell alakítani. Szerencsére nekem ilyen alakítás nem volt, de hát voltak nem hozzávaló alkatrészek, meg hát egy csomó alkatrész hiányzott, meg például a sárvédő el volt rohadva agyonra. Tehát a sárvédőkön komoly lakatos munkát kellett csinálni ahhoz, hogy valahogy kinézzen. Mutassuk be azért ezt a két motort, ők testvérek, két BMW-ről van szó. Mi a különbség a kettő között? Hát alapvetően az egyik az ugye 200 köbcentis, a másik 400 köbcentis hengerűrt tartalmú, a 200 köbcentis az háromsebességes, és 8-9 lóerőnek írja a német katalógus. A másik motor, az 400 köbcentis, az 14 lóerőnek írja a katalógus. Mind a kettő akkumulátorgyújtású, és dinamo tölti az akkumulátort menet közben. Mikor készültek ezek a motorok? Mikor gyártották őket? Mind a kettő 1935-ben készült, és hónapra pontosan nem lehet tudni, mert csak a motorszám, vászszám alapján csak év pontossággal lehet behatárolni. Minden motornak, minden motortípusnak van valamilyen különlegessége ezeknek a BMW-knek. Mi a specialitás, ami a különlegessége? Hát amiért szeretik ezt a típust a veteránozók, az, hogy laprugós a első rugózása, ami különleges, nem nagy durranás, tehát ez nem egy különleges dolog. A különlegesség az volt, amikor kitalálták az első teleszkópot, mert az műszakilag egy fejlődés volt. Ez, hogy elől ilyen laprugós, ez nem fejlődés, ez szerintem egy helybe topogás, de most már ennyi év távlatából ez adja meg a varázsát. Tehát ettől különleges, hogy ilyen
ilyen érdekes, minden más motortól, vagy legtöbb motortól eltérően laprugósa rugózása. Aztán ugye akkoriban még divat volt ezek a taposók, ezek a trepnik, ami megint egy kicsit különlegessé és ilyen veterános külsejűvé teszik, hogy ilyen taposókon pihenteti az utas meg a vezető a lábát. Úgyhogy ez, ami így nagyon kilóg a sorból. Még egy érdekesség van ezeknél a motoroknál, hogy a baloldali markolat is forgatható, tekerhető, úgy, mint a jobb oldalon a gázmarkolat, ugye? Jobb oldalon adjuk a gázt, és a bal oldalon pedig az előgyújtást lehet szabályozni, mert ugye ezek a motorok meglehetősen nagy előgyújtással működnek, ami azt jelenti, hogy ha rajta van a teljes előgyújtás, és akkor akarjuk beindítani, akkor visszarúg, de nagyot visszarúg, tehát akár lábat is eltörhet. Ezért kell az előgyújtást levenni, és ilyen nulla holdpont körüli előgyújtásra állítani ezzel a baloldali markolattal, és akkor úgy rúgja be az ember, és utána tolja rá az előgyújtást, ahogy elindul vele, mert ugye ahhoz, hogy teljesítménye legyen, ahhoz meg kell a nagy előgyújtás. Azt láttuk, hogy szépek ezek a motorok, de akkor ezek szerint működnek is tökéletesen. Természetesen mind a kettő működik, és lopva használom is, csak rendőrrel ne találkozzak. Itt a környéken esetenként körözök egy kicsit vele. Tábor úr, az újpesti Templom utcában van azon műhelye, ahol a mopedeket javítgatja, szervizelgeti, elég sok a munka. Emellett hogy jutott idő arra, hogy két ilyen csodálatos motort is egyszerre felújítson, restauráljon? Igen, hát ugye télen, mivel nem nagyon motoroznak az emberek, tehát kevesen motoroznak, ezért akkor nagyon kevés a munka, és ezt ugye kiegészítésképpen vezettem be, vagy kiegészítésnek szánom, hogy amikor nincs úgy munka, akkor foglalkozunk ezekkel az öreg motorokkal, tehát nyáridőben ennek nyoma sincs a műhelybe, tehát ott nincs veterán alkatrész, csak késő ősszel akkor viszem oda, és akkor kezdjük csinálni őket. A fia is benne van ebbe, és még egy kollega szívesen csinálják? Igen, természetesen mindenki nagyon szívesen csinálja, és nagy izgalommal várják, amikor az indításra kerül a sor, mert az a csúcspontja mindennek, hogy amikor elindul a motor. Így csinálja, úgy benne. Ezen itt is lehet előgyújtást állítani. Mi volt a nehezebb része, beszerezni az alkatrészeket, vagy pedig építeni? Hát mondanám, hogy talán egyforma, ugye ezt nem is lehet pontosítani. Beszerezni egyrészt azért problémás egy kicsit, mert ezek általában külföldi gyártóktól jöhetnek alkatrészek hozzá,
és azok valakit mindig meg kell kérni, vagy ki kell menni, tehát én is ki szoktam menni Ausztriából, ott van Szentpöltenben, meg több helyen van nagy bőrze, ahol lehet alkatrészt kapni. Megkérek embereket, akik messzebb is járnak, tehát itt vannak, én csak műkedvelő vagyok, itt vannak az országban nagy veteránosok, akiknek 30-50-200 motorjuk van, és ezek járnak rendszerint bőrzére, piacra, ők ebből élnek, vagy legalábbis nagy részt ebből élnek, és akkor ezeket az embereket lehet megkérni, hogy némi haszon fejébe gondolom, hoznak alkatrészt Németországból, Ausztriából, lengyelek gyártanak alkatrészeket hozzá, tehát innen lehet beszerezni alkatrészeket. Ez lassú folyamat, mert például most is ugye, amit már kezdünk építeni hamarosan a következő BMW-t, ahhoz kérdeztem az egyik ismerőst, hogy mikor megy Lengyelországba, és mondta, hogy január végén van bőrze Lengyelországba, tehát ugye az azt jelenti, hogy az 3 hónap, ugye? Tehát hiába akarnám azt a részt, azt a fődarabot csinálni, nincs hozzá alkatrész, meg kell várni a január végét, mire érkezik hozzá alkatrész. És hogy jutott hozzá az alapokhoz? Hát az alapokat, ezt a két BMW-t, ezt Csiófokon vettem szintén egy gyűjtő embertől, természetesen nagyon-nagyon darabokban, és nagyon-nagyon rossz állapotban. A lemezalkatrészek nagyon korodáltak voltak, és hát minden agyonra elkopva, nagyon rossz műszaki állapotban, és hát több hiánnyal is. A jelenlegi állapotukban ezek a motorok körülbelül hány százalékban tartalmaznak eredeti elemet, és hány százalékban utángyártottat? Hát 80%-ban eredeti, és mondjuk 20%-ban utángyártott. Gyönyörű kézzel festett, tehát egyszerűen nem tudok szavakat találni, nagyon szép az egész, a csíkok kézzel vannak festve, a krómozás tökéletes. Igen. Azért ebben iszonyat munka és pénz van, megéri? Igen, igen. Nem, tehát ilyen szinten, jó, nagyon jó a kérdés, ilyen szinten felújítani motort üzletre nem szabad. Tehát ebből nem lehetne iparos órabérrel megélni, hogy ilyen szintre felújítsa valaki, mert rengeteg munka van benne, és az alkatrészek nagyon drágák. Tehát ez csak úgy lehet, hogyha az ember, tehát ilyen szinten felújítani csak úgy szabad, hogyha ezt megtartja az ember. Tehát magának megtartja, és gyönyörködik benne, használja, így célszerű. Tehát mi, ha mondjuk behozna valaki ugyanígy egy ugyanilyen BMW-t az üzletbe, úgy kosárba, ládába, hogy én hoztam Siófokról, akkor nem vállalnám el. Tehát azt mondaná, hogy ugyanígy csináljam meg, ugyanilyen szép legyen, ugyanilyen jó legyen, nem vállalnám el, mert a rezsi órabérnek a felese jön neki. Akkor ez szerelem? Csak kizárólag, igen. Mit érez, amikor kihozza ezeket a motorokat a garázsból? Hát egyrészt izgalmat, hogy indul, mert ugye öreg motor nem mindig szeret indulni, tehát ez mindig egy ilyen szertartás ennek az indítása. Aztán utána, amikor már jár és elengedem a kuplungot, akkor hát ez egy nagyon jó érzés. Különleges ennek a menet tulajdonsága, a nagy lentkereke véget, ilyen, majdnem azt mondom, hogy kicsit rángatva, ha nem pörgeti az ember, akkor egy kicsit rángatva indul el. Nyomatékos, nagyon nyomatékos, tehát hogy elengedi az ember a kuplungot, akkor úgy elindul és meglódul, és jó vele motorozni, annak ellenére, hogy ugye ezeken a motorokon hát nem nagyon szokott jó fék lenni, meg problémásak. Jó vele motorozni, de jó úton kell motorozni, mert ezeket a rossz budapesti utakat nem nagyon szereti, mert ugye hátul fix, nincs rugózása, elől meg hát ez a laprugós megoldás, ez sem egy hosszú rugóutat biztosít. Mielőtt ezt az interjút elkezdtük fölvenni, rögzíteni, a kedves feleségével is váltottam pár szót, ugyanilyen szeretettel beszél a motorokról, mint ön, sikerült rendesen megfertőzni. Igen, 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 csak még a szobában nem engedi bevinni a motorokat, de csináltam nagyon jó helyet a számára, a motorok számára, ahol nincs más, tehát egyéb dolgok nincsenek bepakolva,
nincs olyan, ami ott párát csináljon, tehát nincsenek növények télire bepakolva, úgyhogy itt most már csak motorok vannak. Egy kis házi múzeum. Igen, hát ez nagyon kicsike, mert ugye itt három motorról van szó. Hát volt úgy, hogy elmentünk valahol, gyönyörű, ki volt subiszkolva a motorja, elkezdett esni az eső. Megálltunk egy fa alatt, leszedte rólam a kabátot, betakarta a motort, mi megállt. Megvan már a következőnek az alapja? Igen. Az egy R51/3-as típusú, szintén BMW. Az egy 500 köbcentis motor lesz, és boxer motor, kéthengeres, és ugye a boxer motornak így mennek a dugattyúi oldalra vízszintesen. Ez valamikor a rendőrségünk használta ezeket a 500-as BMW-ket, úgyhogy ez lesz a következő. Körülbelül hány évet szán rá? Hát ha az a baj, hogy ha nem jön meg az alkatrész, akkor elhúzódik, mert ugye csak télen tudjuk csinálni. Tehát ha sikerül, akkor sikerül gyorsan beszerezni az alkatrészeket, akkor 2 év, ha nem sikerül, akkor 3. Nagy közönségnek meg fogja mutatni a motorokat? Ki elviszi kiállításokra? Kiállításra nem szívesen, mert féltem. Baráti kör természetesen láthatja, meg hát most is majd még jó idő van, átviszem Újpestre, ott azért sokan megnézik majd, barátok, kicsit az utcán is kint lesz majd, úgyhogy féltem nagyon, úgyhogy azért nem szeretem. Tehát a szállítása, a kiállításokon az ott tartózkodása, nem féltem. Elmúlt már 30 éves, de rendkívül fürgén sem mozog. Nem készül még pihenni? Marad a műhely továbbra is a Templom utcában? Így van, szó sincsen ilyesmiről, hogy én pihenni készüljek. Mindig számolgatom, hogy még hány motort tudok felújítani úgy, hogy próbálni is tudjam. Így is az van, hogy a korombeliek, hát ugye én régi bútordarab vagyok Irsán, sok az ismerős, és meg szólnak, amikor egy enduro motorra ülök föl, mert ugye egy enduro motorra mérlegállásba kell felülni. Na most hát tudjuk, milyen magasak az enduro motorok, és én hát dobom fel magamat az enduro motorra, ezért szoktak megszólni, meg azért, mikor guggolok a motor mellett az utcán, mert mondjuk egy karburátort állítunk az utcán, mert azt ott kell, visszajövök a próbáról, jár a motor, sokat kap, keveset kap, magas az alapjárat, és hát többen már, hogy hát maga még le tud így guggolni, meg fel tud a guggolásból állni, mert hát ugye ebbe a korba bizony nagyon sokan ezt nem tudják csinálni, jók a génjeim állítólag, és még megy ez a dolog, tehát nincs miért megállnom, ez a lényeg. Ha az egészségem engedi, amiben nagyon bizakodok, akkor feltételezem, hogy egy olyan 80 éves koromig tudok még motorozni, de ez mindenképpen csak akkor járható, hogyha mozgás problémák nincsenek, mert ugye a motorra, például ezekre a motorokra is felülni a hátsó ülés véget meglehetősen mérlegállásba kell. Ugye, tehát hátul kell a lábat áttenni. Na most ugye idős korban nem nagyon tudják az emberek emelgetni a lábukat, úgyhogy körülbelül így tervezem, ehhez egészségesnek kell lenni, meg szellemileg is, hogy a forgalomban részt tudjak venni. Tehát ez egy fontos dolog, mert nem lehet, hogy majd veszélyeztetjük az embertársainknak akár egészségét, vagy a járműveit, ugye. Hogy körülbelül ez van tervbe véve, de az üzlettel kapcsolatban ugyanilyen határidő nincs kitűzve. Újpest önkormányzata Tábori Ferenc mechanikai műszerészmestert 2012-ben elismerő oklevéllel tüntette ki.